Kedves nézőink, most pedig kérem látogassanak el velünk Magyarós Kútra, az Ajkai Grafikai Műhely alkotótáborába. Hányan vettek részt az Ajkai Grafikai Műhely tagjai közül a Magyaros Kuti alkotótáborban? Pillanatnyilag 13-15-en vagyunk, azért ilyen két számot mondok, mert az italgósok meg a bejárósokkal együtt vagyunk összesen 15-en. Vannak-e új résztvevők is, vagy inkább a régi társaság jellemző? Időről időre egy része cserélődik a társaságnak, jellemzően a tanítványok bukkannak fel, akik 2-3 évig, vagy akár tovább is részt vesznek ezekben a nyári kurzusokban, aztán vagy belünk maradnak, vagy nem. Hányadik alkalommal választották helyszínül a Magyaros Kuti vadászházat? Itt Magyaros Kuton először vagyunk, a Nagy László művelődési házban, akkor úgy hívták, ott kezdtünk, aztán a hőerőműben voltunk fönt, illetve sok ideig a parkerdőben, Csingerben, és aztán Polányban voltunk a tájházban, és hát most itt vagyunk. Mennyi időt töltenek most itt? Egy hetet. Mi az ön számára a legnyomósabb érv, ami miatt eljött az alkotótáborba? Hát ennyi év után ugye ez a 33. nyári táborunk nekünk, akik elkezdtük annak idején, ez már rég a barátságról szól, nem igazán a szakmáról. Az elmúlt időszak alatt, ez alatt a 33 év alatt alaptagok lettünk 12-en, ugye ez azért mégiscsak egyfajta egyéni szakmai sikert jelent, de hát mivel ezt valamelyest közösen értük el, azért ez is összeköt, de hát ezek most már annyira baráti szálak, és pláne, hogy az ember így idősödik, ezek nagyon fontossá válnak, inkább azt tart össze minket, persze. Van-e a tábornak meghatározott programja? Van. Minőséget tessék csinálni, és a szakmát tessék szeretni. Ezen kívül természetesen nincsen. Azt szoktuk mondani, hogy mindenki úgy rontja el a saját lemezét, ahogy tudja. Abból tanul. De egymástól tanulunk. Nálunk nem az a divat, hogy titkolózzunk, hogy ki mit csinál, hanem valaki valamit kitalál, akkor azt mutatja a többinek. Mert nem azon múlik, nem a technikán múlik, azt illik tudni, mint a mesternek a hegesztést. De hogy mi lesz mögötte, a tartalom, hogy miről szól, az már mindenki magán múlik, hogy meg tudja tölteni azt a formát tartalommal, akkor lesz belőle valami igazán érdekes, vagy igazán értékes. Van-e most valamilyen kiemelt téma, vagy inkább mindenki szabadon választott témában alkot? Nincs. A tematikus megkötöttségtől mindig is tartózkodtunk. Az alkotói szabadság az olyan fontos dolog, hogy nem igazán érdemes békjóba kötni. Én személy szerint nem igazán szeretem a tematikus kiállításokat, mert hát most hát hú, de szép az erdő, és akkor legyen ennyi, hogy tájképes kiállítás. Hát van, akinek ez fekszik, van, akinek nem. Hát nem ettől függ a minőség. Milyen technikákat használnak az alkotók? Technika az lehetne azt mondani, hogy egyik leghagyományosabb részkarcoló, részmető technika. Az országban elég kevés társaság foglalkozik ilyesmivel. Nagyon veszőtséges, pepecselős, görnyedni kell órákig, napokig. És hát a részkart technikának a különféle változatait gyakoroljuk, hát kinek melyik az egyéniségéhez, melyik fekszik jobban, vagy melyiket szereti jobban, bár változó, hogy időnként ki miért csinál. Nagyjából mindegyiket megtanultuk már, tehát fel lehet ismerni, hogy melyiket ki csinálta. Mi lesz az elkészült alkotásokkal? Készül-e belőlük kiállítás? Hát rendre a művelődési házban bent Ajkán bemutatót szoktunk róla tartani, illetve hát azért a város színeiben a műhelynek a munkái felbukkanak, imitamot volt szerencsém Csabai Tiborral, a tábor művészeti vezetőjével októberben Székelykeresztúron a kiállítást elkísérni és ott részt venni a megnyitón, nagy élmény volt, ugye Székelykeresztúr testvérvárosa Ajkának. De Finnországtól kezdve már valami 14 országban volt a műveinek kiállítása. Ha az alkotótábor véget ér, mikor találkoznak legközelebb a grafikai műhely tagjai? Kiállításokon, meg úgy olyan alkalmakkor, amikor valamiféle nagyobb ilyenfajta rendezvény van, meg hát jellemzően egymás kiállításait mi szoktuk megnyitani, tehát azért, hogy az ember így úgy van, hogy ebből a 13-ból mindig talál olyat, akiben bízhat, hogy azt fogja elmondani, amit én szeretnék, vagy legalábbis hasonlót. És hát ezek elég sűrű alkalmak, mert hál' Istennek azért ennyi ember között minden hónapban van, akinek valahol itt vagy ott van kiállítás, és akkor találkozunk, és ez már jó érzés.